A megalakulásunk 35. évfordulóját ünnepeljük ezen a napon. 1987 őszén alakult meg 15 fővel ez a nagyra nőtt létszámú csoport, és ennek az ünnepségét rendezzük kicsit rendhagyó módon, mert helyszínváltozás, műsorváltozás, időpontváltozás is volt. Mondta el kérdésünkre Németh Imrénél. Én 8 éve vezetem, Szekeres Gyuri bácsi halála után, ő 18 évig vezette ezt az egyesületet, akkor fejlődött egy erős, összetartó csoporttá, létszáma megnövekedett 700 fő felé, hát ez sajnos most már lecsökkent, mind a regisztrált, mind a fizetőtag létszám. Nagyon sok kedves, aktív tagunkat vesztettünk el a pandémia ideje alatt, közel 40 fő távozott közülünk, nagyon hiányoznak. Egy perces néma felállással emlékeztek meg volt tagtársaikról, de így is nehéz a nagy létszámot kezelni. Ehhez kell Németh Imrénének a családja mellett egy jó csapat is. Egyedül nem menne. Egy nagyon erős csoport van, aki segítő csoportom, vezetőségi tagok, és azon kívül is körülbelül 30-40 fővel számolhatok, aki mindig minden körülmények között mellettem áll, és bármilyen szervezésünk van, abban segítenek. Most, hogy a pandémia enyhült, kicsit jobban tudtak találkozni is a sorstársaikkal, akiknek igyekeznek mindenben segíteni. Hát a legjobban, ami most van szerencsénkre, hogy van gyógyászati segédeszköz raktárunk vagy tartalékunk. Nagyon sokan ki tudják most ezt használni, nehéz hozzájutni, időpontot kapni, feliratni, hiányzik egyes segédeszköz, és most ez nagyon jól jön, hogy van a csoportunknak a kerekesszéktől kezdve rollátoron át mindenféle segédeszköze, és ha szabad egyetlen egy mondatot a lakosság felé, amit a beszámolomba is kértem, hogy akinek feleslegessé válik, és odahaza van, pénzt nem tudunk érte fizetni, de nagy köszönettel elfogadnánk, mert nagyon sok embernek tudnánk. Amikor azonnali segítség kell, hogy eltört a lábam, kell egy mankó, kell egy tolószék. Ezt szeretnénk, hogyha ilyen felajánlásokkal jönnének felénk. Nagy volt az érdeklődés az ünnepségre, sajnos azonban sokak jelentkezését vissza kellett utasítani. Helyhiányában csak 5 vidéki csoportot tudtunk meghívni, és 5 karcagi civil szervezetet, 4-4, illetve 5-5 fővel. Ha nagyobb helyiségünk lett volna, akkor 250 főig fel tudtunk volna menni, mert olyan sok csoporttal van nagyon jó kialakított kapcsolatunk, mind a helyiekkel, mind pedig a megyén belül működő társcsoportokkal évek óta. A mai egy nagy rendezvény, de szoktak tartani kis főzőcskézést, szalonnasütést is. A szalonnasütés megvolt már egy kisebb létszámú, ahol vendéget nem hívtunk. Csoportgyűlés, orvosi előadás zajlott már a pandémia után kialakult stresszes helyzetekkel kapcsolatban. Sok egyedül élő tagtársunk van, és a magány, a bezártság megviselt bennünket, nem csak őket, engem is, és erről egy nagyon jó összefoglalt előadás, szakelőadást hallgattunk meg. Az ünnepségen Pent Ildikó önkormányzati képviselő, Murányi Zsigmondné a mozgássérültek Jásznagykun Szolnok megyei szervezetének elnöke, és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is elismeréssel szólt a több mint 500 tagot számláló csoport munkájáról. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő hivatalos elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte az ünneplőket. Szepesi Tibor polgármester pedig születésnapi tortát küldött a jeles ünnepre, hiszen ő is hivatalos elfoglaltsága miatt személyesen nem tudott jelen lenni.